Ma van a dohányzásmentes világnap. Az Éliás Sürgősségi Kórház orvosai konferenciát tartottak a szív- és érrendszeri megbetegedésekről. A céljuk, hogy felhívják a figyelmet a dohányzás káros hatásaira. Naponta átlagosan majdnem 4,5 szál cigarettát szível egy 15 év feletti romániai, derül ki az Egészségügyi Világszervezet 2017-es adataiból. És ez az arány nem csökken, hanem növekszik évek óta. Az Eliás Sürgősségi Kórház orvosai és professzorai bemutató előadást tartottak a függőség káros hatásairól. 2015-ben 73 ezer román halt meg koronális szerkezeti betegségben. Ebből a 73 ezerből körülbelül 10 000 nem halt volna meg, ha nem dohányzott volna. Romániában egyébként évente egy dohányos körülbelül 1600 szál cigarettát szível. Ezzel a számmal pedig a negatív világranglista 27. helyén állunk. Egy 2014-es felmérés szerint 4.300.000-en cigarettáztak az összlakosságból, azonban ebben nincsenek beleszámolva a 15 évnél fiatalabb dohányzók. Magyarországon évről évre csökken a dohányzók száma. Ez leginkább a megelőző felvilágosító előadásoknak köszönhető, illetve annak, hogy a kiskorúak nem jutnak hozzá ellenőrzés nélkül a dohányáruhoz. Dr. Pocs Dávid a Szegedi Tudományegyetem oktatója és több leszokás segítő programot is vezet. 20-30%-ra tehető a középiskolában a dohányzásnak a mértéke, és nyilván itt a középiskolásoknál van ez fölmérve, akik nem járnak középiskolába, ott ez az arány magasabb lehet, tehát aki általános iskolát végzett, ott akár 30-40% is lehet, hiszen az iskolázottsággal összefügg a dohányzás. A világon egyébként a legtöbb cigarettát Kínában porlasztják el. Itt minden 15 év feletti lakosra naponta 11-12 szál elszívott cigaretta jut. A legkevesebben az afrikai Guineában cigarettáznak, ahol évente mindössze 15 elszívott cigarettát tartanak nyilván.